A Tamás Ila és Olvasó Munkás Klub egyik emlékezetes eseménye, amikor sor kerül a Tűzőrzők című antológia kiadására. 5 éve minden évben megjelenik az évkönyv, amely számot ad a klub életről. Az utóbbi 5 évben adtunk ki minden évben egy antológiát, egy évkönyvet, aminek az a címe, hogy Tűzőrzők, és ebben az összes tagunk, ez olyan 45 körülbelül alkotóként szerepel, nagyon-nagyon nagy ünnepes számunkra, talán az egész évnek a legnagyobb eseménye, hiszen ez számot ad arról, hogy mégis hol tartunk. 20-22, sőt 24 estünk szokott lenni egy év során, és úgy átlagosan 42-43 átlagos létszám évente, amikor itt megjelennek a tagok, és hát ezen kívül vendégek is. Most ilyenkor egyébként keddenként, második és negyedik kedden van mindig a mi klubestünk. Ezt azért mondanám el, mert a mi tagságunk az viszonylag idős, és szeretném, ha minél több fiatal jönne, aki szereti az irodalmat. A Jedli gimnáziumból szoktak jönni előadók, az én meghívásomra, de azt szeretném, hogyha állandó tagként jönnének, hogy ezzel is, hát a jövőre is kell gondolnunk, ez az igazság. Már hallottam olyat, hogy hát ez nyugdíjas klub, hát ez nem nyugdíjas klub, hiába idősek a tagjaink, mind egytől egyig alkotó művész. Tehát vagy verset, vagy prózát, vagy festményekkel szerepelnek. Az antológiában is egyébként 14 színes kép van, és 250 oldal körülbelül az antológia. Rengeteg munka, mert akár mennyi verset, prózát adhatnak nekem az év során, én kiválogatom, és hát az a helyzet, hogy megbeszéljük. Tehát amikor már ez a könyv megvan, akkor ez egy irodalmilag értéket jelent, tökéletesnek számít, mert csak azok kerülhetnek be alkotások, ami a legjobb, illetőleg még javítunk is rajta természetesen. Ez a Olvasó Munkás Klub, ez a másik szó, hogy Olvasó Munkás Klub, néha az emberekben tévhiteket támaszt. El kell mondanom, ugye a Tamási Lajosnak a ismertsége 56-os emlékműsorokban, szinte nincs olyan műsor az országban, amikor el ne hangzana a Piros a Vér a Pesti utcán, tehát Tamási Lajosnak ez az alkotása, de különben is nagy költőnek érzem, és tudom is. A Olvasó Munkás Klub sem azt jelenti, amit sokan ezzel társítanak. Itt értelmiségiektől kezdve tanárok, mérnökök, de ezen kívül nagyon kiváló szakemberek, munkás szakemberek is voltak, és ha meggondoljuk, hogy Csepel lakosságának ma is a nagy része, a fiatalok, a munkás leszármazottak, a munkás családból származnak, tehát így kell ezt felfogni.